Hello, itt a Kolostor Őre, és köszöntelek ezen a mostani, nem publikus, de közös meditáción. Ha régebbi blogolvasó vagy, és megkaptad ezt az e-mailt, ezt a videót, akkor köszöntelek, hogy ismét velünk tartasz. A januárihoz hasonlóan lesz most megint egy közös meditációnk, remélem hasonlóan jó élményekkel és tapasztalatokkal. Csak most sokkal különlegesebb lesz. Ha pedig új olvasó, új meditáló vagy, akkor köszöntelek itt. Pár mondatban mindjárt el is mondom, hogy miről van szó, és remélem, hogy velünk tartasz, élvezni fogod, tetszeni fog neked, és talán még lehet, hogy hagyományá is fog ez majd válni az életedben, majd megízleled, aztán meglátod, hogy hogy tetszik. Innen az őrbódéból jelentkezem, innen készülnek a bejegyzések, és nem tudom a kamerában, hogy látszik-e, itt van a laptop, kis gondolkodó sarok, itt készülnek a bejegyzések, és én a közös meditációkat is itt szoktam végezni. Mi is ez a közös meditáció a új olvasók kedvéért? Szoktam olyat szervezni azoknak a blogolvasóknak, akikről tudom, hogy aktívan, rendszeresen meditálnak, nem csak olvasnak erről, hanem a gyakorlatban is használják a blogon elérhető anyagokat, és szoktam szervezni ilyen mélyebb meditációkat, és ennek a különlegessége, hogy egy időben szoktunk meditálni. Például, hogy elolvastad a linket, amit küldtem, hogy 2010. januárjában volt egy ilyen legutóbb, egy péntek este lett kijelölve, amikor is egy időben különböző helyen élő blogolvasók, meditálók együtt meditáltunk egy bizonyos gyakorlatra. Mindenki ott van a kedvenc foteljében, vagy szőnyegén, vagy a saját kis meditációs sarkában, de egy időpontban, és ugyanazt a gyakorlatot. Ezek már mélyebb meditációk, mantrák, különböző erős vibrációval teli dalok is megjelentek benne, és ezt végeztük el közösen, aminek az élmény beszámolóiból készült egy ilyen kis csokor a blogba, ami hát fantasztikus volt. Tehát én is nagyon jól éreztem, nagyon mély volt, nagyon emelkedett volt az egész meditáció, de nagyon örültem, hogy az olvasók is ezt írták, hogy ők is hasonlóan jókat tapasztaltak, és alig várták már, hogy a következő sorra kerüljön. Nos, a következő, március 14-e, vasárnap, valamikor az esti órákban, majd erről írok pontosan e-mailt. Igyekszem mindent besűríteni ebbe a videóba, most annyi minden mondani valóm van, de a YouTube az korlátozott, ilyen 10 percbe itt a videóba, de amit véletlenül kihagynék, akkor azt úgyis meg fogod kapni majd e-mailbe, de megpróbálok azért mindent elmondani. A blogon elérhető meditációk, azok a Sahaja Yoga technikán alapulnak. Ezt a meditációs technikát Srimataji Nirmala Devi fejlesztette ki, és terjesztette el a világban, 1970-ben kezdte. Most már ott tart ez a dolog, hogy a világ szinte összes országában vannak követői, és kisebb-nagyobb közösségek összejárnak meditálni, gyakorolják, oktatják, és mivel Srimataji él a mai napig is, ő járja a világot különböző pontokon, és amikor megy valamerre, ott tart mindig egy szemináriumot, egy ilyen hétvégét, hogy úgy mondjam, és vannak közös meditációk, vannak közös programok. És kialakult 1970 óta, hogy egy évben több ilyen állandó program van már. Úgy mondhatnám, hogy mondjuk egy olyan 10-12, ami minden évben körülbelül egy időben, és ezek mind kötődnek valamihez. Erről is mind szó lesz az elkövetkező hetekben. És ezt úgy képzeld el, hogy Srimataji akkor tart egy ilyen hétvégét, bár igazából ezt már jógik szervezik, de Srimataji is meg szokott jelenni, és van közös meditáció. És olyankor a világ különböző pontjairól elkezdenek az emberek jönni, a jógik, és nagyon sokan összegyűlnek, és együtt meditálnak. És azok, akik nem mentek el Srimataji hétvégéjére, azok otthon, vagy az adott közösségben, ugyanazon a napon, ugyanazon a hétvégén együtt meditálnak. Tehát úgy képzeld, hogy vannak olyan hétvégék a világon, így a Sahaja Yoga közösségekben, amikor
közös hétvégi meditációkat tartunk, mondjuk a magyarországi jogik is összejönnek, de ugyanabban az időben, ugyanazon a délutánon, ugyanazon az estén a világ összes országában lévő szahadzsa jogát gyakorló meditálók egy hasonló típusú meditációt elvégeznek. És ezáltal az egész világon így közösen együtt meditálunk. Fantasztikus, ezek annyira erősek szoktak lenni, hogy hát ezt szeretném most neked átadni. Ugyanis március 14-én lesz egy ilyen hétvége, és mi itt, így a blogolvasók, az aktívan meditálók ehhez fogunk csatlakozni, és egy ahhoz hasonló meditációt fogunk elvégezni. Hát ezügyben is rengeteg mondani való van, amit most nem is tudok annyira átadni, de mindenről tájékoztatni foglak. Ja igen, a dolog különlegessége még, hogy ez a hétvége, ez Shiva jegyében zajlik, Shivarátri meditáció lesz, de erről is majd még pontosan küldök anyagokat. És még ami különlegessége, hogy az elmúlt években, évtizedekben, a Sahaja Yoga történetében ez a meditáció, ez általában Srimataji ekkor Indiában szokott lenni. És mindig ott zajlik, és aztán az európaiak Európába, amerikaiak Amerikába, akik el tudnak utazni, elmennek Srimatajihoz Indiába. Viszont idén úgy alakult, hogy télen Srimataji nem utazott vissza Indiába, hanem itt maradt Olaszországban. Észak-Olaszországban, a hegyekben, egy kis faluban, Cabella Ligure, ott szokott ilyen összejövetel lenni. Hogyha régi blogolvasó vagy, akkor azt is ismerheted már egy picit, hiszen tavaly kétszer voltam ott, és csináltam ott egy pár felvételt, kis videókat, és így ismerheted az ottani dolgokat. Szóval most március 14-én lesz ott egy ilyen hétvége, ez kb. Egy olyan 3-4 nap, és ennek a csúcspontja vasárnap, amikor Srimataji, hát úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy egy ilyen közös meditáció részt vesz a fizikailag is, testben, a jogikkal, és ehhez fogunk mi csatlakozni. Ehhez fogunk, nem csak mi, hanem a világ összes jógia csatlakozni. Tehát vasárnap délután és vasárnap este úgy képzeld el, hogy minden szahadzsa jógát gyakorló a világon elvégez majd egy meditációt. Mindenki egy kicsit mást, de mindegyikben lesznek közös vonások, a miénkben is meg lesznek ezek, és ez egy nagyon nagy élmény lesz. Majd meglátod, én már annyira várom, már régóta formálódott ez bennem, hogy Srimataji szemináriumával egy időben egy ilyen meditációt szervezzünk, és közösen meditáljunk vele. De most nagyon úgy tűnik, hogy a közelében vagyunk. Tehát március 14, vasárnap este, de már előtte, hát azt hiszem kb. 2 hét van, készülni fogunk. Ugyanis egy ilyen szeminárium is, egy folyamatos készülődés a vasárnapi nagy napra, a nagy közös meditációra. Már előtte napokban meditálunk, tisztítjuk magunkat, a csakráinkat felkészítjük, a figyelmünket erre a dologra helyezzük, hogy a közös nagy meditációban minél többet be tudjunk fogadni. Erről fogok küldeni rengeteg e-mailt, anyagot, amiket elkezdünk elméletben is befogadni, meg gyakorlatban is rákészülünk. És hát nagyon várom már a vasárnapot, tehát március 14, vasárnap, Shiva, Shivarátri meditáció. Remélem te is velünk tartasz. Hello!